Szeretnék Urban Kinesznek köszönetet mondani, és nézzük a játék rendszerigényét, és most nem viccelek. Szükségetek lesz egy nagyon menő Polystationre. Vagy ha menő vagy, egy Polystation 3-ra, de hogyha nagyon menő csávó vagy, akkor egy PowerPlay 128 PS2 utánzottal. 25 darab joystick lesz szükségetek, vagy 25 darab billentyűzetem össze fogjátok törni. De ha minden kötés szakad, így is van ám megoldás, bizonyám, őt fejbe magad ezzel, jobban jársz vele. Itt a főcímkép, és itt a főcímdal. Idegesítő? Nagyon. El is nyomom. Itt a stáblista. Hát, fölvállaltatok magatokat, mert szégyen, amit ezbe a játékba nyitottatok. Ezúton gratulálok nekik. Na, itt a intro. Hogy figyelmeztet ez összes hotelt, hogy van egy kis vlogobon, Kelly McAllister kamu bankkártyákat használ. Na, figyeljétek azt a csávót a magasabban, szép az óra, mi? Melegítsünk be egy kis tornával, hölgyeim és uraim, emelgessük a csávót! Hú-ha-hú-ha-hú-ha-hú! Let's go! Szóval az első pályán az a lényeg, hogy kijussak ebből a korrupt hotelból. A cuccok nem áll ilyen dobozkákból, hogy valami ilyesmikben lennék elrejteni? Nem, ugyan már. Mindenki ellenem van. A recepciós is, a bőröndök is, a porszívók is. Á, itt egy ninja nagyi. Túl sok japán sorozatot néz. Ott jön egy papa, azt is menekülni kell, menekülni kell, menekülni kell. És itt akadtam el először, és itt megint szeretnék köszönetet nyújtani Urban Kiniesznek, mert nem tudtam, hogy itt hogy kell tovább menni. Szerencsémre elmondta, hogy kell tovább menni. Hívni kell a liftet, és ezt kell csinálni itt. Nyomkodni kell, nem áll, hogy egyszer, nem, úgy legalább 35-ször, 40-szer kell nyomkodni ezt a kurva gombot, hogy lejöjjön az a rohadt lift. Hát jó, biztos szocialista lift, mindegy. Köszönti kedves utasait a Weiser Hotel. Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy a mi liftünket használják. 15. emelet, fehér nemű osztály és ruhabolt. Na, kerüljük ki ezeket a szellemseprűket. Menjünk tovább, ott egy ninja nagyi. Megint két szellemseprű. Nem tudom, hogy működnek azok. Megint egy ninja nagyi, megint egy szellemseprű. Hívják a szellemültókat. Most! Á, elemben működő porszívó, Rose Aqua Power, biztos. Menjünk visszafele. Na, egy figyeljétek meg. Nem bírtam átugolni ezt a kurva Rose Aqua Power porszívót. Talán most. Á, turostáska. Na, még egyszer. Sajtos kifli! Ez az. Sikerült. Csak összejött. Bezeg a ninja nagyi, az viszont beszopom nagyba. Miért megyek át itt teljesen fölöslegesen? Hát megmondom miért. Azért, mert nélkül nem enged tovább a játék. Bizonyám. Nem elég, hogy még pofátlan ez a játék, de még nem is enged tovább. Végig kell menni ez pályán. Mert ha nem, akkor nem tudsz tovább menni. Jön az igazgató úr! Tűnés! Takarodj! Ne bánts engem! Én nem csináltam semmit! Kütörtök el, elkaplak, büdös kölke! 14. emelet. 12. emelet. Ja, jó van. 13. emelet az eltűnt. Na itt egy papa úgy jár, mint a beszart volna. Nevezzük el szarpapának. Próbálom nyomkodni a liftet, és szerintetek jön? Hát, képzeljétek! Nem jön! Végig kell menni itt is az egész emeleten. És megint jön a szarpapa. Ajjaj. Hoj. Nem kéne alá kerülnöm, mert összenyomna a segge. 14. emelet, élelmiszerosztály. És már itt fogad engem egy ninja nagyi. Ajjaj. Ajj. Nem tudtam kikerülni. És itt egy fontos eszköz, amit föl tudtam venni, de hát ezen... is mondjam, eléggé szánalmasat rögtem. Felvettem a csengőt, a mágikus erejű csengőt, húú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 
találok, Sonic, tiszta jó. És ki lehet nyírni a nagyikat is, hát ne szarok, komolyan mondom. Menjünk tovább. 11. emelet, használtási kedvencet, 16. emelet, parkoló. Köszönjük, hogy a miniftünket használta, meg ne dugoljön a viszontlátásra. Na és írjuk el Ninja Nagy itt, aj de jó volt. Menjünk, menjünk, még egy Ninja Nagy. Egy porszívó, még egy Ninja Nagy. Tök jó, még egy Ninja Nagy. Még egy porszívó. Tiszta változatos ez a 16. emelet, komolyan.
Figyelem, a szervizliftet kérjük, ne használja. Na nézzük az emeleteket. 16, 15, 14, 12, 11, L, K. Elég változatos. Mondjuk a 13. emelet az hova tűnt? Megettem reggelire. Á, ott egy fegyver, szedjük föl. És itt is elkottam egy kicsit, mert itt jön egy kék szarpapa, amit megint tornázni akar rajtam. És nem elég egyszerűen ki kell nyírni a szarpapát, mert nem tudok tovább jutni. Meg kell ölni, bizony. Pörgök, 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 de a szarpapa nem akar meghalni. Tisztára úgy áll, mint a beszart volna. Amúgy szerintem menj el nagy fogyás, úgyis hónap kezdődik. Na, állj a mellé. Meghalsz! Segged belőlem a tampont! Ah, Kevin McAllister, mint Rambo! Na, meghalsz végre? Ne, szemét. Na. Talán most? Puff. Puff. Puff, puff, puff! Meghalt! Igen! Beszart a gatyájába. És ez hihetetlen, még a liszt is megsért. Egyszerűen minden ellenem van. Ah, becsúsztam. Ó, Isten, és meghaltam. Kit érdekel? De még ez hihetetlenül fejlégesített, hogy ez a konyha kurvára rendetlen. És a serpenyők is ellenem vannak, és még a budai is, aki csak szeleteli a kóbászkát, a gyulai kóbászkát. Nézzük, miből főzünk ma otthon kaját. Majd a budai. Hogy lehet ettől meghalni? Mondja már meg valaki. Most nehogy azt higgyétek, hogy csak viccből idegeskedek, nem. Itt most kurvára felhúztam magam. De nyugi, majd a budai. Még egy budai, takarodj. És itt a fő ellenfél. Szia, szia, csókolom. Itt egy nagy séf. Rám segget. Meghalsz, ez egy élethalál párbaj. Ja, egyébként minden fegyveremet elhasználtam, ezért kell térdepelnem, vagy egy csúsztom. Kevin McAllister biztos termeli a vazelint. Anyád. Na még egyszer. Ajaj. Kex! Na még egyszer. Hát az ott mi, ami kijön belőle? Kakaós csiga! Retrizzünk. Levette a ruháját. Elkezdett striptizelni. Aj, tök jó. Szép tested van. Aj, nem sikerül ezt a rohadt csúszást megtanulnom. Soskifli! Te szemét! Hogy merészelsz? Ajjaj! Már legombolódta a ruháját. Szép dagi disznóka. Ez is vagy engedetően 150 kilós, de inkább ilyen 200. Szemét! Perec! Mikor tudom már kinyit? Ajj, ne sztriptizeljél! Fú, undorító vagy. Menjél Sobert Norbizni. És meghalt! Igen! Kinyírtam! Kinyírtam! Mi történt? Kiugrott! Elkapták! Jaj! Folytatás a következő részben. És ne feledjétek... Tudostáska!